Mondjuk ezt a kettőt most gondolkozom, lehet, hogy fölcseréltem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy BookTag videó lesz, amit egyébként minden évben szintén meg szoktam csinálni, ahogyan az összegzéseket is. Ez pedig nem más lesz, mint a könyves Oscar-díj tag, ami nagyon hasonló formátum, mint ugye a kedvencek összegzése, kivéve, hogy itt hasonlóan az Oscar-díjhoz nem csak kedvenc könyvről van szó, hanem kedvenc könyvön belül egyéb dolgokról is, tehát itt vannak szereplők, világépítések, ilyenek, úgyhogy az várható, hogy ugyanazok a könyvek lesznek ebben a videóban is említve, mint mondjuk a kedvences videóimban, viszont itt ugye nem csak azt mondom, hogy ezek voltak a kedvenc könyveim, hanem hogy az adott könyvekből ki, hogy mondjuk ki volt a kedvenc karakterem a tavalyi évből, meg ilyenek. Úgyhogy nézzünk is, hogy milyen Oscar-díjakat osztok ki én a könyveimnek. Igazából fogalmam sincs, hogy most már pontosan ilyen február-márciusban szokott lenni az Oscar-díj kiosztó, és azért ilyenkor szoktam csinálni ezt a teget. Mindegy, ez ilyen február, én nálam beakadt, hogy februárban csinálom, úgyhogy nézzük. Az első kérdés, illetve az első díj, amit kiosztok, az a legjobb borító díja. Úgyhogy toppergés. Mert ez lehet az utolsónál kéne. Ez az utolsó egy szarvúnak megy Peter S. Beagle-től. Aminek nagyon egyszerű magyarázata van. Egyrészt nyilván csodálatosnak tartom ezt a borítót, de a fő oka annak, hogy ez a borító csodálatos, lila, és van rajta ló. És ezzel nem lehet versenyezni, egyébként imádom ezt a grafikai stílust, ami van. Szerintem nagyon-nagyon jó az a borító. Nagyon szép, nagyon szeretem, csodálatos. A második díj az a legjobb világépítés díja, aminél... Világépítésnél próbáltam azt figyelembe venni, hogy így a világépítésnek van-e köze mondjuk a sztorihoz, tehát például a legendás lattéknak szerettem a világát úgymond, de hogy ott nem volt sok világépítés úgymond. Úgyhogy végül is a legjobb világépítést azt a Saga Képer regényeknek adom, mert hát ez egy elég masszív világ, ami ott van, nagyon sok szereplővel, illetve nagyon sok különböző lényel, politikával, mindennel, úgyhogy annak nagyon jó volt a világépítése, és ami nagyon pozitív pluszpont még, hogy nem volt nehéz megérteni szerintem, főleg, hogy úgy kaptunk mellé vizuális, mivel egy képregény vizualitást jobban, tehát sokkal könnyebb volt szerintem megérteni is a világépítést, és nagyon-nagyon szerettem, és maga a könyv is, tehát így vitte magával az embert, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a szága. Igen. Aztán a harmadik, a legjobb cselekmény díja, és amit ide választottam könyvet, az őszintén így versenyben volt a legjobb világépítésért is, de szerintem inkább a cselekményhez tartozik, amit nagyon szerettem benne. Ez a How We Became Wicked, ami egy haiti szerzős könyv volt, és ez egy ilyen disztopikus dolog. És itt a világépítésnél azért gondolkoztam, mert hogy ebben nagyon tetszett ez a koncepció, hogy ilyen gonosz szúnyogok vannak, akiktől ilyen elborult elmélyök lesznek az emberek, de hogy nem lesznek zombik meg ilyenek, hanem csak elborul az agyuk. Viszont ebben a könyvben volt egy akkora csavar, amit nem láttam jönni, és annyira durván megmaradt bennem az a csavar, ami ebben a könyvben volt, hogy teljesen kész vagyok a mai napig tőle, hogy te jó ég, teljesen félrevitt az író, szándékosan, és imádom benne azt a csavart, úgyhogy igen, How We Became Wicked, nagyon-nagyon jó volt ez a könyv. Az egyik legjobb ifjúsági ilyen disztópia, amit így ever olvastam valaha. Mármint bocsánat, útvesztő, szeretlek, de na, igen. Következő díj szintén az a legjobb idegen nyelvű kötet. Na most, ugye vannak kedvenc barangolásaim, és
Az a baj, hogy ezzel a plot twisttel, amit lehúzott a How We Became Wicked, meg az egész atmoszféra, amit teremtett, túl jó volt, úgyhogy neki kell adnom a legjobb idegen nyelvű könyv díját is idén. Ez csak, ezen nem tudtam gondolkodni, hogy mit. Annyira a How We Became Wicked ugrott be elsőnek, hogy muszáj. Aztán áttérünk a szereplős díjakra. Az első a legjobb férfi mellékszereplő díja, és nem vagyok benne biztos, hogy férfinak mondható az a szereplő, akit választottam. De szerintem igen, úgyhogy a legjobb mellékszereplő díját Gyűszű kapja a legendás láttékból. Gyűszű csodálatos. Nem adhattam volna ezt másnak. Ha főszereplő lenne, főszereplő díjat kapott volna. Gyűszűvel nem lehet versenyezni. Gyűszű a legjobb. Legjobb férfi főszereplőre egyébként kettő könyvet fogok mondani, mert nem tudom. Szívem szerint, amit elsőre mondok, azt mondanám inkább. Ez pedig Tuiti Sutherlandtől a Wings of Fire sorozatból Winter. Wintert nagyon-nagyon szerettem, és az ő kötetét nagyon szerettem. Főleg azért, mert a karakter fejlődése szerintem nagyon patent, és én nagyon szeretem Wintert, úgyhogy én Wintert favorizálom Quibbly előtt. Mármint értem én, hogy Quibbly az ilyen rendes, jó fiú karakter, de Winternek meg tök nagy fejlődése van, és na mindegy, szóval. Nagyon szeretem Wintert, na. Még ha egy kis bunkóparaszt is. Tanul. Még tanul. El volt nyomva a szülői otthonba, nem tudhatta, hogy lehet jobb is. Úgyhogy igen, kiállok Winter mellett. Viszont a másik férfi, legjobb férfi főszereplő díj, amit tudnék mondani, mivel hogy ezt a könyvet kétszer is olvastam idén, tehát hogy nem mehetek el mellette megemlítés nélkül, ez Klaus. Klausból a Klaus. Legjobb női mellékszereplő díja, hát ide, egy egész friss olvasmányomból mondok ide is, ez pedig a Daisy Jones and the Six Book Camilla. Nagyon bírtam Camillát, meg az egész mentalitása olyan. Mármint én nem lennék olyan, mint Camilla, az biztos. De nagyon-nagyon bírtam Camillát, aki ugye Billynek volt a felesége. Nagyon-nagyon szerettem Camillát, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a sorozatban is ő milyen lesz. Camillát várom szerintem a legjobban az egészből. A legjobb női főszereplő díja az pedig a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz könyvből fog menni Pipának. Nagyon szerettem Pipát. Szerettem azt, hogy az egész gyilkosság megoldás folyamatban nem volt ilyen szerencsétlenkedés, meg úgy tök jó. Nagyon szerettem azt a könyvet, és nagyon szerettem Pipát is benne, és úgy azt, ahogy gondolkozott, meg látott szituációkat, meg úgy mindent. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem Pippát. Következő utolsó előtti díjunk a legjobb író díja. Ez mindig is ilyen, mert nyilván van több jó könyv, amit olvasok, van több jó író, akinek adnék díjat, de most Alice Osmannek fogom adni, mert idén ledaráltam az összes Alice Osman könyvet, ami nem a Heartstopper és nem a Loveless volt, és én nagyon szeretem, hogy Alice Osman ír, és nagyon jó kis könyveket ír, úgyhogy én azért neki adom ezt a díjat, meg egy csomó tök jó témát fölhoz nyilván, és szeretek Alice Osmantől olvasni, még ha nem is voltak Ultimate 5 csillagosak a könyvei számomra, nagyon szerettem a könyveit. És hát most jön a doppergés és a legjobb könyv díja, de hogy sose tudok egyetlen egy könyvet választani, mert az számomra ilyen lehetetlen, hogy csak egyet. És nem akarok csak azért választani, hogy csak hogy legyen. Nyilván azért csináltam 3 darab videót is arról, hogy mik voltak a tavalyi év kedvencei, mert hogy nem tudnék egyet választani. 5 se tudtam választani, pedig az már azért ugye nem egy. Úgyhogy bármelyik könyv azokból a videókból. Legendás látték,
itt mutogattam egy csomót, a Klaus, a Daisy Jones az egyetlen, ami nem volt kedvences videómban szerintem ebből a felsorolásból, a How We Became Wicked, az zseniális volt, a Jó kislányok kézikönyve, a, nagyon szerettem a Tweet Cute-ot, az Unhoneymooners, de azok nem is ilyen fő helyet kaptak. Nagyon sok jó könyvet olvastam tavaly, és nagyon sok olyan, amit úgymond kedvencként ki tudnék emelni a tavalyi év összes olvasása közül, úgyhogy az elmúlt időszakban ezek a videók kimentek, szóval ott van a kedvenc barangolásaim 2022-ből, kedvenc képregényeim 2022-ből, és a kedvenc könyveim 2022-ből, és ez több mint 15 könyv, szóval ez így egyben ide jöhet erre a kérdésre, mint válasz. Ez az egy kérdés, amit mindig kikerülök. Szóval ezek az én könyves Oscar díjaim a 2022-ben olvasott könyveimre. Ez volt az utolsó 2022-es összegzéses videó, ez mindig az utolsó sorban, mert ez valamennyivel később szokott kimenni, mint a többi. Kivéve idén, mert szerintem idén tökre nem az, hogy megcsúsztam, de hogy így közel lesznek egymáshoz, de mindegy, úgyhogy innentől már csak 2023-as dolgokról lesz kb. Szó. Tehát ilyen összegzés már nem lesz több. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!